senkinek nincs bérelt helye. Alig ért véget az előző szezon, Debrecenben már júniusban megkezdődött az új idény. A korai rajt azonban sok előnnyel is jár. Elég rövid volt a játékosoknak a szünet, ugye egy hosszú szezon után vagyunk, rövid volt a szünet, viszont ez a dolguk a játékosoknak, tehát ha 10 nap szünet van, akkor 10 nap szünet van. Ez a hátránya, hogy rövid volt, az előnye pedig az, hogy így nem tudtak leépülni a játékosok, tehát megvan a megfelelő kondíciójuk. Most nyilván egy kicsit dolgoztunk, mert ezért picit kellett dolgozni, és most jön az az időszak, amikor jön a frissítés. Horváth Zsolt személyében rutinos, támadó szellemű játékosra erősített a Debrecen. Kondás Elemér fontos szerepet szán a támadónak. Első körben itt a feladataimról volt csak szó a mai mérkőzést tekintve. Sikerülhetett volna jobban is maga a mérkőzés, de úgy gondolom, hogy ha a főpróba nem sikerült túl, akkor majd a premier jól fog menni jövő héten. Elég rövid ideje van itt, rövid ideje is edzünk, tehát ismerkedik a társakkal, nyilván meg kell egymást szokni, de én úgy gondolom, hogy jó úton halad. Egy értékes játékosnak tartjuk, megvan benne a sebesség, megvan benne a kreativitás. Mindenféleképpen rajta múlik, hogy éppen milyen pozíciót tud magának kiharcolni, mert senkinek nincs bérelt helye, ki kell harcolni neki is a pozícióját. Viszont ő egy értelmes, intelligens ember, úgy gondolom, hogy a tudása is megvan hozzá, tehát hogyha minden jól sikerül, akkor ugyanott folytathatja, ahol az MTK-ban esetleg a bajta. Horváth Zsolt mellett két kapus, Bozidár Radosevics és a korábban a hajdúságiaknál futballozó Balog János érkezett a klubhoz. Fontos lesz az, hogy a sérülésből milyen gyorsan épülnek fel még a játékosok, akik sérüléssel bajlódnak. Ugye itt a Lázár Palira gondolok, itt a Máté Petire, de akár a Novakovics is ugye itt fontos kapocs itt a csapatba. Ha minden rendben lesz, a játékosok frissek lesznek, akkor jó teljesítményt fognak tudni nyújtani. Elképzelhető, hogy egy-két új ember megjelenik még a csapatnál. Mely posztokra várhatóak még igazolások? Hát nyilván, ugye, mivel hogy kevés gólt lövünk, tehát elképzelhető, hogy a támadó szekcióban. A DVSC Teva vasárnap a másodosztályú Mezőkövesd ellen tartja a főpróbát a csütörtöki Szutyeszka Niksics elleni Európa Liga mérkőzésre.